El kell kezdeni lépésről lépésre haladni, és tanulni, és érzékelni a külvilágot. Mit fogsz találni, amikor ő magadhoz elértél? Nem azt fogod megtalálni, hogy neked mi a szakmád. Nem azt fogod megtalálni, hogy te gazdag legyél, vagy szegény hanem az emberi minőségedet fogod megtalálni, és azt fogod tudni élni. És ebben a társadalomban ez fog tudni segíteni neked érvényesülni. Akkor találsz vissza önmagadhoz. Ha visszamegyünk az egész előadásnak az elejére, ahhoz az emberhez, akinek érzékszervei vannak, és figyeli a világot nagyon figyelmesen a szemével és a fülével, az az ember, olyan dolgot keres magában, hogy megtalálja saját magát, amit a társadalom alkot meg neki, mint egy étlapot. Uram, válaszon. Ön ki lehet? Ez, meg ez, meg ez, meg ez. Ez lehetnék, nem sajnos látja, ott van egy vonal, csak a két vonal közötti dolgokat választhatja. Az nem lehet. Ön az nem. Az másoknak van. És a társadalomban e szerint választunk. Ezért ilyen válaszokat keresünk, akkor, amikor föltesszük azt, hogy ki lehetek én. Hogy lehetek én jó a társadalom számára? Tök jó egy étterem. De ott mindig választani kell néhány dolog közül. Ha visszatérsz az alapokhoz, mondjuk anyukádhoz, ő azt főz neked, amire szükséged van. És nem választani kell. Nyilván a képességei szerint. De ez ne tévesszen meg minket. Azok az ő képességei, hogy ezt megtudja, ezt is megtudja az étteremnek, meg a képessége az, hogy mindent meg tudna főzni, de csak ezt, meg ezt, meg ezt az egy dolgot adja. Nem egy spektrumot, hanem csak ezt, meg ezt, meg ezt. És ebből kell válassza. Óriási a különbség, hogy az életedben mit választasz. Bármit, mert elindulsz és csinálod, vagy a menüből kiválasztasz négyet, és fizetsz érte. Anyukát nem fizetsz. Azt teszel, amit akarsz. Az eredethez vissza kell menni. Akkor visszatalálsz önmagadhoz. Az eredethez, ami egy gyerek, aki szabad, aki játszik, aki élvez minden egyes formáját az életből. Egyetlen egy szomorúsága van, amikor nincsen energiája élvezni, elfárad, és ekkor nyűgös sír baja van. De ez csak energia. Csucsuka? Cicike? Az mindenjinkat megnyugtat. És előről kezdődik az egész. És bármi, ami elé kerül, az jó. Mert minden új lesz. Persze mondhatjuk azt, hogy persze egy gyereknek minden új, mert még nem ismeri a világot. Meglátja ezt, ezzel játszik, meglátja azt, azzal játszik. Könnyű neki, én már ismerem, nem játszok vele, azt is ismerem, azzal sem játszok, nem érdekes számomra. Ó, oh, hát de nem ismered a világot? Nem érzékeled, hogy még mi minden van a világban, és hányféleképpen létezik? Akkor te is úgy játszanál, akkor nem lenne számodra ismert az, amit a szemeddel látsz, és a szemed számára abszolút ismert. Ha el tudsz vonatkoztatni, Attól, amit látsz, vagy hallasz. Azonnal kinyílik a világ egy végtelen mélységig. És akkor te is, mint egy gyerek. mindenre szívesen játszol. Játszol, szabadon cselekszel. A játszás ezt jelenti, szabad cselekvést jelent. Nincs oka, hogy csináld. És a következménye sem kell számolnod. A felnőtt úgy fog játszani, hogy mivel már van jövőképe és van múltbeli képe, ezért ha szabadon is cselekszik és játszik, összerakja annak az élményszerűségét az eddigiekkel, és új és új jövőképe alakul ki, és már egy fixebb, úgynevezett tudományos fantáziát fog kialakítani, nem úgy, mint a gyerek, aki csak fantáziál és játszik, és megy bele jövőkép nélkül. De ahogy egyre többet játszik, egyre nagyobb jövőképpel fog haladni az időben, és egyre nagyobb lesz a spektrum. És így fog megváltozni a gyerek és a felnőttnek a játékmódja. De a folyamat az ugyanaz lesz. Szabad cselekvés lesz. Attól, hogy tudod, hogy mi volt a múltban, vagy mit szeretne a jövőbe ettől nem változtatod meg azt a tényt, hogy abban a pontban, amikor játszol, bármi lehessen. Ettől lesz szabad. Ha úgy csinálsz valamit a jelenben, hogy annak függvényébe teszed, amit a múltban megértél, és annak függvényébe teszed, hogy mit akarsz, szeretnél a jövőben, vagy mit hiszel el a jövőből, akkor nem szabadon cselekszel, hanem megfelelsz egy leszűkített világ lehetőségeinek, és abban cselekszel. Ha szerencséd van, élvezed. Ha nincs szerencséd, nem élvezed. A gyerek, ha játszik, élvezik. Ha van energiája, nagyon, ha nincs, kevésbé. Ezért úgy tanul megélni, akár azzal a célral, hogy visszatalálj önmagadhoz, hogy előbb energetikailag kell feltölteni az embert. Tehát a szemináriumokon először energetikailag töltekezünk, aztán információt kapunk, és közben fejlesztjük az érzékenységünket, amely sem a látás, sem a hallás, sem a többi érzékszervel a feladatok nincsenek összekötve, tehát a hetedik érzék, a hetedik érzékelést fogjuk fejleszteni. Fejlődik a hetedik érzékelésünk, olyan feladatokat kapunk, amelyet csak extra módon kép, vagy képes megoldani, kizárólag csak úgy, és közben energetizálódsz, és közben információhoz jutsz, tehát megnyílnak bizonyos receptorok, amelyek képesek a külvilágból hozzácsatolni újabb és újabb információt a saját rendszeredhez. Tehát növekszik a szabadságfaktorod. Egyre többet fogsz tudni fantáziálni. Ez az expert operátor rendszer, illetve az én szemináriumomnak, szemináriumaimnak a lényege, ezen az úton haladunk. A cél a szabad ember, a szabad cselekvése azért, hogy az emberi minőség fejlődjön benne, és ne robotszerűvé váljon az ember. Igen, nem. Lehet, nem lehet. Ne így éljen, hanem bármit lehet, és az optimális arany középutat találja meg. Vagyis harmóniát, és ezáltal lesz boldog és szabad. A harmónia az arany középút, ezért kell az arany középutat megtalálni, mert ha ott haladsz, akkor harmóniában vagy képes élni. Ha szélsőségekben haladsz, akkor nem leszel harmonikus. A viszonyaid a világhoz szélsőségesek lesznek, és nem harmonikusak. De ha játszol, akkor az mindig egyensúlyba fog maradni. Hogyan találj tehát vissza önmagadhoz? Tanulj megélni, játszani, döntés nélkül haladni. Ez a három ugyanaz. Ide kell eljutni. Ha játszol, a játéknak a része a fantáziálás. Így már nem álmodozol, hanem fantáziálsz, ami azt jelenti, hogy egy soha véget nem érő történetet indítasz el, aminek mindig lesz perspektívája. Folyamatosan van. Ha csak elképzelsz valamit, és álmodozol, nincs perspektívája, mindig csak tolig jutsz el, nem tudod tovább vinni ezt a gondolatot, soha nem is fogod tudni megvalósítani. Illetve ha megvalósítod, nem leszel tőle boldog, amikor megvalósul. Mert nincs perspektívája. Ha valaki abban gondolkodik, és ezért, ezért nem szeretem ezeket a posztokat, hogy, hogy te azt gondoltad, hogy csak sok munkával lehet pénzt keresni? Ez nem igaz. Kevés munkával is lehet pénzt keresni. Itt van, tessék, én három hónap alatt ezt az autót kerestem meg. Neked is kéne egy ilyen autó? Gyere, dolgozzunk együtt. Áruld a termékemet, megmondom, hogy hogy, megmondom, hogy hol, és ilyen autód lesz ezek az emberek sosem lesznek boldogok. Hát egy, mert átbaszták őket, de most tegyük föl, valakinek sikerül, lesz-e olyan autója? Na, bum. És? Most akkor mi van? Nem mondom, hogy nem jók ezek az autók, és nem mondom azt, hogy nem lehet élvezni, de ha nincs perspektívája, hanem csak ez a cél, akkor az életünk Ebbe bele fog satnyúlni, ebbe a célba, ez megvalósult, és ez csak amortizálódik, és így amortizálódik a célunk, az eredményünk, az életünk. Ha nem ez a cél, hanem egy egészen más dolog, amiben csak úgy az Isten hozzábasz egy jó autót, akkor az úgy ott van, aztán amortizálod, és akkor, ha leamortizálod, én még mindig fölfelé haladok. Az már jó, mert akkor fantázián keresztül mindig perspektívát alkotva gondolkozol, vagyis nem csak gondolkozom, mert a fantázia nem csak gondolkozás, hanem már cselekvés is. Tehát játszol, a kettő együtt jár. Ezért az álmodozás egyfajta lebegés, amelyben bármi megtörténhet, és nem kötődik a konkrétumhoz, az elképzelés egy földhöz ragadság, amelyben variációkat próbálgatunk, és megalkatunk egy új jövőképet. A fantázia pedig az elképzelést és az álmodozást is magába foglaló, de nem azokból összetevődő folyamatos játék, amely minden pillanatban szálakkal kötődik a valósághoz, és perspektívát alkot. Ezért kell Fantáziálni. És van a tudományos fantázia, amikor már ez ugyanúgy megjelenik, de reprodukálható. Tehát már felismerhető egy szabályrendszere, és valakinél beülteted, és az ugyanaz a perspektíva fölépül. És az már tudományos fantázia lesz. Ezért játszani kell, abból lehet azt kihozni.